leendő óvodapedagógusokat hoztunk ide foglalkozásra a Nagyberegi Tájházba, és ugye a farsang egy táncos mulatságnak a hagyományát is felidézi. Ugye, ahogy mesélték a lányok, hogy ők is arra emlékeznek, hogy ennyi maradt meg itt Kárpátaljának. Viszont szeretem volna egy kicsit elmélyíteni ezt a néphagyományt, ezt a szép hagyományunkat, mivel itt a párválasztásnak is ugye nagy hagyatéka volt. Ugye elmondjuk, hogy rengeteg jeles naphoz köthetjük, hogy mindenféle jóslásokat, viszont ilyenkor zajlottak a magyar lakta területen az eljegyzések, és különböző ilyenkor a lányok küldtek eljegyzési ajándékot a kiválasztott legénynek, ami szerintem egy csodálatos dolog, rozmaringágat aranyporoztak be, és a vasárnapi bába, mert általában ezek a mulatságok farsang farkán voltak az utolsó három napban, ugye, amikor végleg kimulatták magukat, és a vasárnapi bába tették a legények a kalapjuk mögé. Volt egy ilyen hagyománya, hogy aki a legelső rozmaringágot küldte, azt kellett legelsőnek felkérni táncolni, de nem feltétlenül az volt a úgymond a mennyasszony jelölt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes szokás, hogy a lányok is kifejtették ugye az érzelmeiket a legény felé, és ezt a mulatságon úgymond megkoronázták, mert megtáncoltatta, vagy megtisztelte a lányt egy tánccal. Szerintem ez egy nagyon szép szokásunk. Ugye a másik, hogy ilyenkor a disznóvágások, akkor ez lakodalmaknak is a megtartása, vagy ugye az eljegyzése, és itt felelevenítődött egy ilyen régi kis ritmus is, hogy hála Isten, ma kis van, majd megkizik a kiskan, ha megkizik, levágjuk, majd tarisznyába rakjuk, vagy megnősülő kanyáron. Úgyhogy ezzel vannak ilyen kis ritmusai. A másik pedig, amit én választottam egy ilyen farsangének, hogy farsang három napjában nem vittél el a táncba, ha nem vittél a táncba, nem önthetsz meg húsvétra. És ugye van egy a vénylánycsufoló, amit hát írásos források vannak, hogy a tiszaháti beregen is kikongózták a vénylány. Ugye azt számít vénylánynak az adott falu közösség, amikor meghatározza, hogy meddig kell egy lánynak férhez menni, és ezeket a vénlányokat kikongózták, és ez a dalnak a következő része is erről szól, hogy hát hogy elmúlt farsang itt hagyott, a lányoknak bút hagyott, ugye akit nem talált pára, vagy nem jegyeztek el, és de én mindig víg vagyok, hát próbálják vigasztalni magukat ezeket a kikongózott, vagy ugye sok helyen rönköt görgettek a lányok ház elé, úgyhogy egy a csufolódás is megtörténik. De én ezt szerettem volna így a lányoknak ismertetni, vagy ez is egy olyan szokás, a bokréita kötés, amit az oviba be lehet vinni, hiába nem helyi kárpátaljai szokás, de szerintem érdemes lenne egy kört menni ezért, hogy lehet, hogy nálunk is voltak olyan falvak, ahol hát feledésbe merült, és mégiscsak kikerülnek ilyen szép hagyományok. A másik pedig az, amivel kész szültünk. Ugye az óvodákban tapasztaltam, hogy nagyon nagy kedvenc a gyerekeknek a medve táncoltatás, ugye az alakoskodás, és ezért ilyen különböző régen hát megjelentek ez a cigányasszony, a fiatal lány, a legény, az ördög karakterei a farsangolásban, de leginkább a leghagyományosabb az állat, a medve, a farkas, a gólya, a róka, ezek voltak a hagyományos farsangi alakoskodások. A böjtöket nagyon megtartották, akkor nem szerveztek lakodalmakat, és a farsang időszaka volt, ami még olyan, hogy a munka nem kezdődött el, de ugye azért még a paraszti kultúra egy ilyen nagyon logikusan működő kultúra volt, és nyáron általában dolgoztak az emberek, nem mulatságokat tartottak, ezért az őszi, és ugye azt a magyar nyelvterületen a kisfarsangnak is nevezik az őszi mulatságoknak ezt a részét, és ugye nálunk meg itt a farsang időszakban, amikor még azért ki is tartott, amit a térre összegyűjtöttek, és úgymond a böjtel előtt el is mulatták.